Az adai póniállatkert 1995-ben nyitotta meg kapuit, azóta folyamatosan üzemel és töretlen népszerűségnek örvend a látogatók körében. Az állatkert rövidesen új helyszínen fogadja majd az érdeklődőket, az eddigi helyén ugyanis wellness központ épül. Törvény alapján először az kell, hogy legyen szerződés, aztán engedélyeket, meg a többiket. Tehát most február folyamán ezt fogunk végezni, tehát dokumentációt megcsinálni, és utána majd ilyen önként és munkával megint község szinten fogunk megszervezni az átköltözést, ami déli medencének a déli részén fog történni. Az állatkert a mostani helyétől körülbelül 500 méterre költözik majd. A 3,5 árnagyságú parcellát az önkormányzat 20 évre bocsátotta az állatkert rendelkezésére. A szakemberek azt mondják, az állatokat vélhetően nem fogja különösebben megviselni a költözés, az azzal járó munka azonban széles körű összefogást igényel majd. De én azt hiszem, ezek az állataink, amik most vannak, nem olyan fajták, hogy annyira vad természetűek, hogy esetleg stresszet kapjanak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sikerülni is fog, csak sikerüljön a munkát, összeszedni a munkaerőt, akik ezt átteszik, mert azért nagyon nagy munka vár ránk ezen keresztül, ez az átdolgozással kapcsolatban. A költözéskor éppen ezért önkéntesek segítségére is számítanak majd. Az állatkert új helyszínen történő megnyitását megelőzően azonban március folyamán különféle rendezvényekkel, köztük fotó- és gyermekrajzkiállítással, valamint környezetvédelmi előadással és egyéb programokkal kívánják megünnepelni az állatkert létrejöttének 20 éves jubileumát.